Jeszenszky Géza, 80 éves történész politikus, az MDF alapító tagja, az Antal kormány külügyminisztere 1990 és 94 között. Jó napot kívánok, Szirmai Dávid vagyok, a Blik főszerkesztő helyettese, és ez pedig a Blik új sorozata, a Volt egyszer egy politikus. Egy interjú műsor, amelyben olyan politikusokkal beszélgetek, akik egykoron a magyar politika formálói voltak, róluk szóltak a hírek, de ma már nem a közélet aktív részesei, nem vesznek részt annyira a közéletben. Mai vendégem Jeszenszky Géza, egykori külügyminiszter, történész professzor, tisztelettem, köszönöm szépen, kívánok, hogy fogadott bennünket. És azon túl, hogy ez az ön otthona, javítson ki, hogyha nem jól mondom, de a második világháború utáni győztes kisgazdapárt főtitkára Kovács Béla is itt lakott ebbe a... Pontosabban ő csak az 56-os forradalom napjaiban. Ez viszont ő még történelmi lakás, mert ő Antal József miniszterelnöknek az édesapja, aki kisgazdapárti politikus volt és újjáépítési miniszter volt 46-ban. Ők a háború után költöztek, bérelték ki ezt a lakást, úgyhogy ő, tehát a 40-es évek végén vagy közepén sok politikai beszélgetés volt itt. 56-ban, akkor még csak 59 éves volt az idősebb Antal József, és a kisgazdapárt jövendő belügyminisztere volt, ezt is családból tudom. Itt nőtt föl Antal József, pontosabban hát ő akkor már kamaszként költöztek ide, amikor úgyhogy, és aztán hát én feleségem, aki Antal József unokaöccse, bocsánat, odak a húga, és hát az idősebb Antal Józsefnek az unokája. Én házasságunk első éve után költöztünk ide, úgyhogy jó pár évig még egy fedél alatt éltem a jövendő miniszterelnökkel, aki nekem Tóthi gimnáziumban osztályfőnököm volt. 1990 és 94 között volt külügyminiszter, és hát meglehetősen mozgalmas volt ugye az a külpolitikai szempontból Magyarország számára az az időszak. Ugye ön volt az, aki a Varsói szerződésből való kilépésnél bábáskodott tulajdonképpen. És a katonai szervezetnek a feloszlatását én írtam alá. Így van, csak úgy, mint az Unióba való belépési nyilatkozatot, ugye? Én adtam be az Unióba felvételünket. 94. április 1-én, nem áprilisi tréfaként. Antal József halála előtt Orbán Viktort elhívta a halálos ágyához, és őt tette meg politikai örökösének. Ez így tulajdonképpen terjedt a közbeszédben, hogy ez így volt, és aztán jött ön, és azt mondta, hogy ez nem így volt. Így valóban így van. Orbán Viktor nagyon ügyesen, nem azt mondom, hogy táplálja ezt a legendát, de soha nem cáfolta. Itt igazság egész röviden, Antal az utolsó napjaiban telefonon fölhívott több politikust, elköszönti tőle. Többek között Tölgyesi Pétert, aki az SZDSZ-nek ugye valamikor elnöke is volt, és egy korrekt ellenfél volt, és Orbán Viktort fölhívta a telefonon, és ilyeneket mondott, én nem voltam persze ott ezen a beszélgetésen, de hogy hát vigyázz a pártodra, és hát nyilván azt a politikát, amit Antal József képviselt, és remélte Antal még az életében is, hogy a 94-es választások után egy új koalíció jöhet létre, jó esetben, ha az MDF nem veszít túlságosan sokat, és egy időben a Fidesznek nagyon nagy volt a népszerűsége. Én is, és nagyon sokkal úgy gondoltuk, hogy ha 90-ben ez nem is volt reális, de hogy 94-ben egy olyan koalíció jöjjön létre, amelynek a Fidesz is tagja lesz. Tehát nyilván ezt valami módon érintették ezen a beszélgetésen. A szűkebb politikustársak viszont köztük én személyesen voltam nála, ugye vasárnap halt meg, és szombaton délután nagyon megrázó volt ott állni, és tulajdonképpen én azért maradtam valamilyen módon a politikában a mai napig is, mondhatom, ez nem kegyelettes értés, hogy Géza, ezt a külpolitikát folytassátok. Úgyhogy én ezt a külpolitikát, amiben benne van a NATO-tagság, a nyugatbarátság, én azért beszélek akár most önnel is, és különböző interjúkban, mert ezt a politikát, ezt a külpolitikát látom veszélyben. A 90-es évek elején, vagy a rendszerváltás előtt aktív politikusoknál tulajdonképpen harcos társakból
nagyon sok esetben ellenségek lettek a végén, mondjuk mára. Önnel kapcsolatban pedig talán egyedüliként olvastam azt, és engedje meg, hogy idézem az ön nyilatkozatát. Vannak egykori politikai ellenfeleim, akikkel már a baráti viszonyba kerültünk. Azért ez nagyon nagy ritkaság. Igen, hát ugye én azért, mint angol szakos tanár is, az angol múlt és jelen követője, én mondhatnám, hogy ezt vallottam is, hogy a politikai ellenfelek a magánéletben nagyon szívélyes viszonyban lehetnek, ahogy az angol politikában ez így volt. Vagy akár Magyarországon is. Miért nincs ez így nálunk? Igen, hát családban hallottam, itt Antal családban, hogy amikor az idősebb Antal József miniszter volt, itt a Kárpátia kerthelyiségében az akkor már ellenzéki súlyokkal oda kiabáltak is, hogy akkor Jóska, megtámadlak holnap a parlamentben. És hát korábban ők pártársak voltak. Tehát én nekem ez az ideálom, és egy ilyen országot szerettem volna, és szeretnék a jövőben is hagyni itt a gyermekeimre, unokáimra, ahol a politikai nézeteltérés nem zárja ki akár a szoros viszonyt. Kedvenc példám az, hogy Norvégia korábbi miniszterelnöke Brundtland asszony, ő munkáspártnak volt a vezetője, és amikor miniszterelnök volt, a férje az ellenzéki konzervatív párt részéről képviselő volt a Stortingban. Két dolog lenne még, amit mindenféleképpen szóba hoznék így a régmúlt politikai témáiról. Az egyik az, ami a médiaháború időszaka volt, és hát ugye ott azért ezt alaposan leírták már, kik voltak, melyek voltak a frontvonalak, stb., de és ön ebben nem is nagyon vett részt, külügyminiszterként persze nem a belpolitika alakítása volt a... Azért támadtak, amikor lehetett, vagy van, amikor nem pont, lehetett. Pont ezzel kapcsolatban akartam kérdezni valamit, hogy igaz az a hír, hogy Vitrai Tamás nemet mondott egy önnel készítendő portréfilm elkészítésére? Igen, az előzmény pontosan az, hogy Szinovács akkori osztrák kancellárral, vagy lehet, hogy akkor már nem volt az, láttam egy nagyon jó beszélgetést, vagy értesültem erről az osztrák televízióban, és hát akkor én a kabinetirodám munkatársának mondtam, hogy hát én eddig azt tapasztaltam, hogy külföldön alaposabb interjúkat készítettek velem, és jobban tudtam bemutatni a magyar külpolitikát, mint a magyar televízióban, amely azért eléggé ellenséges volt. Élvezte a sajtószabadságot, és élvezte, hogy lehet támadni a kormányt. És hogy milyen jó lenne, és örülnék annak, hogyha az akkor ugye méltán nagyon népszerű és nagyon jó riporter Vitrai van egy interjút egy ilyen jellegű, amiben a politika mellett bizonyos magán dolgok is, vagy magán élet és a magán személy is sorra kerül, és akkor ezt megüzentem, vagy a munkatársaim továbbították, és hát körülbelül az volt a válasz, hogy nem kíván velem egy ilyen beszélgetést. Indoklás nem volt? Hát nyilván az volt, hogy hát nem akarja segíteni, hogy úgy mondjuk a kormányt, mert én bíztam abban, hogy nem lesz egy rossz kép róla, hogyha tényleg így, hogy nem csak egy-két perces interjú erejéig beszélgetünk, és hát szerintem attól tartott, hogy ő nem akarja elősegíteni ilyen kisebb mértékben sem az Antal kormány sikerét vagy jövőjét. Volt a magyar államadósság kezeléséről egy nem túlságosan ismert találkozó a Novotel szállóban, ahol, ha jól tudom, ott volt ön is, és Soros György is. És Antal József és Király Béla. Így van. Ez most csak azért kérdezem, mert ugye Soros György ismét visszatért le, ha már csak névleg is a magyar politikai közéletnek a legalább plakát szinten jelen van. És ön nagyon nem szerette Soros Györgyöt. Nem, ez nem így van egyáltalán. Ugye hát bocsánat, önt, ha jól tudom, akkor egy eseményen az ön kormányát, az ön jelenlétébe elkezdtem nagyon keményen szídni. Igen, hát akkor megpróbálom röviden összefoglalni. Tehát én nagyra értékeltem azt, hogy Soros alapítványán keresztül a magyar ellenzéket jelentősen támogatta, sőt nem csak az ellenzéket, a magyar kultúrát. Úgyhogy voltak itt különböző alkuratóriumok,
úgyhogy egy ilyenben én is részt vettem. Sorossal személyesen valószínűleg vagy ezen találkoztam, vagy mindenképpen a rendszerváltozás környékén, és én azt is tudomásul vettem, nem örömmel, hogy ő az ellenzékünket, vagy akkor még a riválisunkat, tehát a választások előtt az SZDSZ-t támogatta, de az MDF-es barátaimnak is mondtam, hogy joga van erre. De mondjuk azért az nem volt egy, hogy mondjam, udvarias lépés a részéről, amikor önt meghívták Amerikába egy konferenciára. Jelezték előre, hogy hát Soros lenne a bemutatóm. Hát én örömmel vettem, annál is inkább, mert én úgy gondolom, hogy aki bírál engem vagy a pártomat, azzal a legjobb, hogyha személyesen konfrontálódunk, és én úgy gondoltam, hogy meg tudom védeni a magyar kormányt. Ez konkrétan a Csurka ügy után volt, vagy annak a kirobbanása körül, ez még nem is a pamfletje. Szóval a lényeg az, hogy ahelyett, hogy mondjuk udvariasan néhány szóval a múltamat bemutatva, vagy személyemet bemutatva mutatna, veszetné föl a beszélgetést, ő a magyar kormányt és abban Csurka szerepét nagyon élesen elítélte. Úgyhogy ez kicsit diszonáns volt a közönség szerint is, de hát én ennek is örültem, mert el tudtam mondani, hogy Csurka nem az MDF alelnöke, vagy a 8 alelnök egyike. Egyébként most látom, hogy az Európai Uniónak is 8 alelnöke van, és hát, hogy ő az Antal kormány és politikájára nincsen befolyással. Visszatérve a Soros-féle Novoteles megbeszélésre, ott azért elhajtották őt a javaslatával együtt. Ugye ő azt akarta ott már, hogy a részvényekkel legyen. Hogy a magyar államadósságot tulajdonképpen fölvásárolná. Igen, hát ez egy vitatható, és joga volt ezt előterjeszteni, és hát Antal sem azt mondta, hogy na menjél el, hova elküldeli, hanem hogy hát köszönöm az ajánlatot, majd szakemberekkel megvitatom, és így került a sor arra, hogy ezt elutasította. Azt reméltük, hogy a privatizáció, magánosítás során jobb áron lehet értékesíteni az állami vagyont, mint hogyha egy ember veszi meg, és hát akkor bizonyos értelemben nagyobb befolyást gyakorolni az egész magyar gazdaságra. Ugye nem titok, 80 esztendős, de bámulatosan aktív. Síjjel, ha jól tudom. Igen, evezek. Evez. Így van. Somlón borászkodik. Azt... Főleg hát ugye a borászat ez egy külön szakma, úgyhogy feles bérletben van kiadva a szőlőnk, az egykori Antal szől, amit mi visszavásároltunk, de hát egy ilyen kertben nagyon sok munka van, én azt szeretem a gyümölcsöket, úgyhogy... De aktívan tevékenykedik. Természetesen kell most a hétvégén is permetezni, füvet nyírni, és hát sok minden mást. Az ön fia, Jeszenszky Zsolt, a kormány sajtó egyik megmondó embere. Politikai lobbistát, azt tudjuk, hogy micsoda, én egy hobbista vagyok. Tehát, így, szerintem ez tökre illik arra, amit én csinálok. Foglalkozom politikai, társadalmi kérdésekkel. Mondja, hogy telik egy családi ebéd? Vasárnapi családi ebéd? Hát ez egy viszonylag új keletű konfliktus. Konfliktus? Hát igen, bár ugye előbb mondtam, hogy hát a norvég példa, hogy... Ezért kérdezem. Igen, úgyhogy én nem örülnék annak, hogy jelenleg egy más politikát és más szemét támogat, de ez belefér, éppen ahogy mondtam. Ugye ezt legfeljebb olyan szempontból sajnálatos, hogy a magyar politikában is konkrétan az az orgánum, ahol ő szerepel, ez a Pesti TV, az a Pesti Srácok nevű orgánumnak a tévé változata, amelynek a hangneme és az igazsághoz való viszonya szerintem hát nem elfogadható. Az ön személyes viszonyukra ez milyen nyomot hagy? Hát azért rányomja a bélyegét, ő is törekszik arra, hogy ne bíráljon engem, vagy élesen a nyilvánosság előtt, és én ezt értékelem is, és magam is így próbálom viszonozni. Ez csak valahogy Orbán befolyása alá került egy ilyen száz köcsei találkozón, imponált neki, hogy Orbán hogy fogadta őt, és hát Orbánnak van egy, mondjuk egy vonzereje, valaki kígyóbűvölőnek is nevezte a miniszterelnököt, és vagy elbűvölte a fiamat, hát kérem ez... De ettől még a családi ebédek jó hangulatúak? Hát igazán jó hangulatú családi ebédek Antal József életében voltak. Akkor itten nagyon nagyszerű hangulat, hogy hát persze ő vitte a
hangot és a többi. A feleségem pedig ő elsősorban a konyha művészetével mondjuk hát teszi vonzóvá különösen az ilyen családi étkezéseket, és hát a fiammal van egy ilyen hallgatólagos megállapodás, vagy ezt főleg a feleségem szorgalmazza, aki kettőnk között ugye nagyon nehéz helyzetben van, hogy politikáról ne essen szó. Ha szó esik, akkor az komoly vitát eredményez. Köszönöm szépen, további jó egészséget. Köszönöm szépen.